Hallgassuk akkor együtt figyelmesen és alázatosan az igét, amely által az Úr szól hozzánk. És amit azt felolvasom a Kolossé-beliekhez írott levélből, tehát Pál apostolnak a Kolossé-beli gyülekezethez írott leveléből olvassuk az igét, a harmadik fejezetből, a 18-tól 21-ig terjedő versekből. Tehát Pál apostolnak a Kolossé-beliekhez írott levele, harmadik rész, 18-tól 21-ig terjedő verseiből szól az ige. Hallgassuk figyelmesen, alázatos lélekkel, így a helyeinken maradva. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Még egyszer hadd olvassam el. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Amen. Hát testvérek, én a Bibliaolvasó kalauznak a napi igéjét hoztam ma elétek. Nálunk otthon a gyülekezetben ma tartottuk az anyák napi ünnepi istentiszteletet, és ezért örültem, hogy ilyen jó találó ige jutott most úgymond az anyák napjára. Ez a bizonyos keresztény házi rendként ismert ige a Szentírásból. Ugye van egy az Efézusi levélben, amit hallottunk, de amit aztán nem is olvastam tovább, folytatódik a hatodik részben szintén a gyermekekkel, meg az apákkal. És van itt ez a Kolossé levélben. Ez lényegében azt mutatja be nekünk, hogy hogyan kell élni egy keresztény családnak? Hogyan, milyen normák szerint él egy hívő család a világban? De persze a bibliai iskolában nagyon jól megtanultuk, hogy az igéket nem lehet szövegkörnyezetből kiragadva értelmezni, hanem látni kell az egész levélnek az üzenetét, és azt az egészet el kell helyezni az egész Szentírásban. No, nem akarok itt nagy ilyen hermeneutikai dolgokat elétek hozni. De azért hadd mondjam el azt, hogy miről szól ez a Kolossé-beliekhez írt levél. Mert innen fogjuk jobban megérteni azt, hogy miről szól ez a mai igénk is. Lényegében ebben a levélben az apostol Jézus Krisztusnak a személyét, az istenségét mutatja be újra a gyülekezetnek. Hogy kicsoda Jézus Krisztus. És ilyeneket mond az első fejezetben. Jézusban van a megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül. Benne teremtetett minden menjen és földön, a láthatók és a láthatatlanok. Minden általa és reján nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fent. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne, vagyis Krisztusban lakik, és hogy általa, vagyis Krisztus által békéltessen meg önmagával mindent, földön és mennyben, úgyhogy békességet szerzett keresztván kiontott vére által, és lehetne itt folytatni. Szóval Krisztus minden mindenekben és mindenek felett. Krisztusnak adatott minden hatalom menjen és földön. Ő az Úr, az egész teremtett világ mindenségben. Ezt akarja a Pál a Kolossé-beli gyülekezet előtt újra tudatosítani, nem mintha nem tudnák ezt, hiszen úgy fogadták el Krisztust, mint Urat. Már egyszer megismerték őt, mint szabadítót, mint megváltót, mint Urat. De fontos volt, hogy újra és újra Úrként lássák a saját életükben is a Kolossé-beli gyülekezet tagjai Krisztust. És aztán a levélnek a második részében arról beszél az apostol, hogy hogyan valósul meg Krisztusnak ez az Úr volt a uralma
az élet különböző területein. Mert az egy dolog, hogy én Úrnak vallom Jézust. De kérdés az, hogy meglátszik-e az én életemnek minden területén az, hogy az én Uram ő. No, tehát erről szól ez a levél, és lényegében arról beszél benne Pál apostol, hogy hívőnek az az ember tekinthető, aki önként, tudatosan, szabad akaratból Úrnak vallja és ismeri el Krisztust az élete fölött. Az életének minden területe fölött. És ezért olvastam fel az elején ezt a második résznek a 6. versét, ez a kulcsvers az egész levélnek, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat. Úrnak valljátok, elfogadtátok. Éljetek is most már ő benne. Tehát jön a gyakorlati alkalmazása annak, hogy Jézus Krisztus Úr az életemben. És először hol? Először a családban. Hát először ott kell megmutatkoznia, ott kell nyilvánvalóvá lennie annak, hogy Jézus Krisztus Úr az én életemben. És azt mondja el, ott a legnehezebb. Nem? Ott a legnehezebb Jézus Krisztusnak az Úr voltát felragyogtatni. Férjekként a feleség előtt, feleségként a férjek előtt, szülőkként a gyermek előtt, gyermekként a szülő előtt, és így tovább. Tehát, ha ő Úr az életemben, akkor azt jelenti, hogy én mindenben engedelmességgel tartozom ő neki. Ha hiszek Jézus Krisztus Úr voltában, akkor engedelmeskedek neki mindenben. A hit és az engedelmesség, a Szentírás szerint ezek el nem választható fogalmak egymástól. Ha hiszek, akkor azt jelenti, hogy engedelmeskedek is ő neki. És ez az engedelmesség tehát ki kell, hogy terjedjen az életünk minden területére. És ma különösképpen tehát a családról, a keresztény családról lesz szó, vagyis arról, hogy hogyan valósul meg, hogyan kellene, hogy megvalósuljon Krisztus uralmának a hívő családokban, a keresztény családokban. Mert ezekről beszélünk, a keresztény családokról. Most nem a világról van szó, nem a világi embernek a magatartásáról, hanem azoknak az életéről van szó, akik elfogadták Jézus Krisztust uruknak és megváltójuknak. Vegyük sorra a családtagokat, ugye férjekről lesz szó, feleségekről lesz szó, gyermekekről, apákról, érdekes, hogy külön anyákról nem lesz szó, meg anyósokról sincs szó az igében, de azért mindenki benne van. A családnak minden tagja benne van, majd meglátjuk. Jó, hát kezdjük akkor az asszonytestvérekkel. Készen álltok, drága asszonytestvérek, mert lehet, hogy fájni fog az, amit az ige mond nekünk. Nekünk is fog fájni, amit nekünk mond. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Na, akkor kezdem itt a végén, hogy ahogyan illik. Ez nem ilyen illem kérdés, hogy hát így illik viselkedni egy hívő feleségnek, hogy engedelmeskedik a férjének. Ez a keresztény etikett, ez a keresztény erkölcs, illem, már illemből is engedelmeskedünk. Itt nem az illemről van szó, hanem itt azt kell érteni, úgy kell érteni, ahogy ez az Isten rendjébe, vagy Jézus Krisztus rendjébe beilleszkedik nagyon szépen. Ez az Isten rendelése. Ez az isteni rend, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek. Na tessék, igaz, már itt is ezt halljuk. Vajon hány asszonytestéről mondhatná már azt, hogy hát hányszor megkaptam én az Uramtól, hogy na hallod, mit mond a Biblia? Nektek engedelmeskedni kell, nekünk mindenben, ezt mondja az ige, ezt mondja az Úr Jézus. Mi a baj ezzel? Miért olyan nehéz sokszor az engedelmesség? Asszonytestvér, miért olyan nehéz az engedelmesség? Azt gondolom, hogy az okok között az is ott van, hogy nem igazán értjük jól az engedelmességnek az értelmét és a lényegét. Amikor mi engedelmességre gondolunk, akkor akarva, akaratlanul elképzelünk magunknak egy alá és egy fölé rendeltséget, nem? Tehát aki alul van, az alatt való, az engedelmeskedik annak, aki felül van. Tehát szinte nem is tudjuk elképzelni azt, hogy az engedelmesség az nem ilyen alá és fölé rendelő viszonyból származik, hanem egymás mellé rendelt viszonyból származik. Az Efézusi levélben ezért nagyon fontos az, hogy hogy kezdődött az ige, engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. És az egész Szentírás arról beszél, a teremtéstől kezdve. Csodálatos a teremtésnek
az ember megteremtésének, az asszony megteremtésének a szimbolikája, az üzenete. Amikor Isten ugye elaltatja mélyen Ádámot, és honnan veszik ki egy darabot? Na honnan? Nem a fejéből, nem a lábujjából, hanem az oldalából, az oldalbordájából, a szíve mellől. Nincs alá és fölé rendeltség férfi és nő között. Egymás mellé rendeltségről tanít nekünk a Szentírás. És Jézus sem tett soha rangbeli különbséget, vagy értékbeli különbséget férfi és nő között. És ez egy forradalmi dolog volt már abban a korban. Abban a nagyon is patriarchális berendezkedési korban, amikor egy hithű zsidó ember, férfi ember azt imádkozta minden reggel, hogy hálát adok Uram, hogy nem asszonynak születtem. Egy ilyen korban jön Jézus, egy ilyen társadalmi berendezkedésben jön Jézus, és mondja azt, hogy nincs a teremtési rendben, nincs alá és fölé rendeltségi viszony. Nincs rangbeli vagy értékbeli különbség. Nincs olyan, hogy valaki csökkent értékű, sem az asszony, sem a gyermek. Nincs olyan csökkent értékű. Viszont van különbség. Mondjam így csúnyán kifejező, hogy funkcionális, működési különbség van, mert Isten más adottságokkal teremtette meg a nőt és a férfit, mert más feladatok elvégzése vár a nőre, és más a férfira. Na, ilyen különbség nyilván van teremtőségünkből fakadóan, és ez kell, hogy a helyére kerüljön. Először itt, meg itt, és aztán kerül helyre majd a családban is a dolog. Ugye az asszonyt tudjuk nagyon jól, segítő társnak rendelte Isten férfi mellé. Szerzek neki segítő társat, hozzá illőt. Nagyon fontos ez a segítő társi szolgálat. Mondjam azt, hogy pótolhatatlan. Senki más nem tudja ezt a szolgálatot a férfi mellett betölteni. De nyilván, hogy alázat kell az asszonytestvéreknek ahhoz, hogy ezt a szolgálatot, a segítő társi mi voltot és szolgálatot, az ebből fakadó feladatokat, a jól értelmezett engedelmességet, azt valóban gyakorolni tudjánk a hétköznapokban. Mikor válik könnyebbé mindezt megtenni? Mikor nem tűnik fel, vagy nem tűnik nehéznek az engedelmesség? Akkor, amikor szeretjük azt, igazán, tisztán, őszintén, szeretjük azt, akinek engedelmeskedni akarunk. Érdekes, hogy a szerelmesek között soha nem tevődik fel olyan probléma, hogy most akkor valamiben engedni kell a társnak, a szeretett lénynek. Olyan könnyen tudnak engedni. Olyan könnyen tudnak mindenről lemondani, szórakozásról, kedvelésről, mert a szeretett lény miatt. Ez könnyű megtenni. Hát drága asszony testvérek, az első feladat az, még mielőtt az engedelmességről beszélünk, hogy szeressétek ti is a férjeteket. Én azt vettem észre, és azt olvasom ki a teljes Szentírásból, hogy nincsenek ilyen vegytiszta kötelességek és feladatok, hogy az asszonynak csak engedelmeskedni kell, a férjnek csak szeretni kell, mert az asszonynak is szeretni kell, és a férjnek is engedelmeskedni kell. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Annak tudtok igazán jól engedelmeskedni, örömmel, akit igazán szerettek. És ha mindenek előtt Krisztusnak engedelmeskedtek. Hadd előzze meg a férjeknek szóló engedelmességet a Krisztusnak szóló engedelmesség, mert ez amúgy is meg kell, hogy előző mindent. Mert miről beszélünk? Krisztus uralmáról beszélünk. Hogy hogyan valósul meg Krisztusnak az uralma a családban, az én életemben, a férj életében, a feleség életében. Hát elsősorban itt engedelmességgel Krisztusnak tartozunk, mindnyájan, férfiak is, és asszonyok is egyaránt. Ha pedig ez nincs, ha pedig nincsenek a helyükön az asszonyok, az ebből fakadó feladatkörök, szolgálatok, akkor mi lesz? Állandó versengés lesz, vetélkedés, veszekedés, házaspárbaj, igaz? Aminek nem lesz jó vége. Ahol azonban a Krisztus uralom érvényesül egy hívő asszony életében, ott könnyebben megvalósul Krisztus uralma
az egész házasságban és az egész családban is. Tehát nagy felelősség hárul ilyen téren a hívő asszonyokra. Jó, sokat lehetne még itt beszélni az asszonyokról, de beszéljünk most már a férfiakról is. Jó? És akkor mi is kapaszkodjunk meg rá a testvérek, férfi testvérek, mert nem kevesebbet mond nekünk az ige, mint az asszonyoknak. Nem könnyebb a mi feladatunk, mint az övéké. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák, rosszkedvűek, keserűkedvűek. Hát ez könnyű, nem? Hát mi szeretjük a feleségünket. Én mikor udvaroltunk, akkor a csillagokat is lehoztuk volna számukra, meg mindent megtettünk volna, ővé lettük, és az oltár előtt, az úrasztala előtt kimondtuk, hogy szeretjük, és ezt azóta se vontunk vissza, és mi ebben a hitben és ebben a tudatban vagyunk, hogy mi szeretjük a feleségünket, és nekünk ez nem gond, ez nem nehéz, mi ezt betöltjük, tehát nem velünk van a gond. Nekünk ez megy, az azt mondja, hogy nem megy az engedelmesség. Mindig idejük adunk mi érdekes, mi férfi testvérek, hogy valahogy mindig a másik oldalon van a hiba. No, hát hogy is állunk mi ezzel a szeretettel? Ugye az Efézusi levélben Pál apostol megmutatja azt, hogy mi a mérce. Ahogy Krisztus szereti az egyházat, úgy szeressétek ti férjek a ti feleségeteket. Vagyis szeretni azt jelenti, hogy áldozatot hozok. Jézus feláldozta magát az egyházért. Azokért, akiket szeretett. És úgy hozok áldozatot, hogy nem számolom, hogy már mennyit hoztam. Tehát nem húzok ilyen strigulákat a valamelyik falon, hogy hát most megint áldozatot hoztam, érted? Most megint lemondtam valamiről, érted? És számon tartom, és nyilván tartom. Jézus hol tartja számon, és hol tartja nyilván azt, hogy mennyi áldozatot hoz, értem? És hányszor kell neki megbocsátania nekem? Áldozatot hozni úgy, önzetlenül, miközben nem tartom ezt nyilván, nem vezetek róla nyilvántartást. Szeretni azt jelenti, hogy én élek ő érte elsősorban, és nem ő én értem. Mert az elsődleges az mindig a Krisztus szeretete. És az egyház szeretete az csak válasz lehet a Krisztus szeretetére. Mindig kész vagyok megadni neki azt, amire éppen szüksége van. Walter Ritchie, egy nagyon komoly hívő lelki gondozó, mondja, hogy szeretni annyit jelent, mint keresni és betölteni a társnak a szükségleteit. Ez az igazi szeretet, hogy keresem és betöltöm az én társamnak a szükségleteit. Tehát a szeretet az egyfajta kutató munkát is igényel. Hogy kutassam, hogy megtudjam, hogy mi a szükséglete az én társamnak. Mire van igazán szüksége? Nem mindig egyezik meg az elvárásokkal. Mi sokszor csak az elvárást látjuk, és fürdővízzel együtt a gyereket is kidobjuk, mert nem látjuk meg sokszor, hogy az elvárások mögött bizony vannak jogos igények, jogos szükségletek is. Keresni, kutatni, és aztán betölteni a társnak, a feleségnek a szükségletét. Ugye már tudunk arról, hogy vannak szeretett nyelvek, hogy nem mindenki ugyanazt a szeretett nyelvet beszéli. És hiába mondom én neki, hogy szeretlek, drágám, amikor ő szívességet vár el tőlem, amikor ő ajándékot vár tőlem, amikor ő minőségi időt várna tőlem. Értjük, testvérek? Tehát keresni, kutatni, és aztán betölteni az igazi szükségleteket. Miért? Mert Krisztus is ezt teszi. Ő tudja azt, hogy mire van szükségünk, és azt adja meg nekünk folyamatosan. Betölti a mi szükségleteinket. Nem a mi vágyainkat, hanem a mi szükségleteinket. És annyit egy nagyon fontos alapelv, amit jó lenne tényleg nagyon jól a szívünkbe vésni nekem is, vagy mindannyiunknak, hogy aki Jézusnak engedelmeskedik, az megkönnyíti a többieknek is a családban, hogy Jézusnak engedelmeskedjenek. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy én hogyan engedelmeskedem az Úrnak. Mert ezzel megkönnyítem az én társamnak az engedelmességét, megkönnyítem, hozzásegítem a gyermekemnek az engedelmességét Isten iránt. Az ilyen ember tudja igazán formálni a környezetét, és azokat, akik a környezetében élnek. Tehát nyugodtan el lehet mondani, hogy ha nevelni akarod a családod tagjait, akkor elsősorban nem nevelési szakkönyveket kell
tucat számra elolvasni, hogy mi a legtökéletesebb nevelési forma és módszer. Nyilván nem haszontalan dolgok ezek. De az igazi jó nevelés az ott kezdődik, hogy élj szent, megszentelt, Krisztusnak engedelmes életet. És ezt fogják látni rajtad a családtagjaid. Ezt fogja látni a társad, hogy te elkötelezett vagy Krisztus iránt. Ezt fogja látni a gyermeked, hogy nálad a hit az nem szavakban áll. Hogy a szeretet nem szavakban áll, hanem valóságban. És ekkor tudsz igazán hatással lenni, jó hatással a környezetedre. Olvastam egy történetet, lehet ti is hallottátok már. Egy, hát úgy nevezzük, hogy anyaszomorító komisz fiúról, aki elsőszülött fiú volt egy nagy népes családban, és hát bizony nagyon-nagyon sok keserűséget, nagyon sok fájdalmas órát és éjszakákat okozott az édesanyjának az ő viselkedésével. És az történt, hogy ez az édesanyja özvegyen maradt, és ott maradtak az árvák, több gyermek is, és nyilván az édesanyja szeretett volna támaszkodni az elsőszülött fiúgyermeknek, aki már elég idős volt, de semmiben nem számíthatott rá, mert egy olyan tényleg istentelen életet élt, amivel csak bosszúságot és szomorúságot okozott az édesanyának. És nyilván ennek az édesanyának sokkal több szeretetre volt szüksége ahhoz, hogy ezt a gyermekét szeresse. Sokkal több megbocsátásra volt szüksége ahhoz, hogy meg tudja bocsátani neki mindent, amit ellene vagy mások ellen elkövetett. De nem adta fel ezt az édesanyja. És buzgón, kitartón, könyörgött az ő gyermekéért. És egy alkalommal is épp a konyhában, végezve a napi munkáján feladatát, könnyek között imádkozott ezért a komisz fiúért, aki a hátsó ajtón belépett a konyhába és meghallotta azt, hogy az ő édesanyja érte imádkozik, könnyek között, hogy az Úr adjon neki változást. Ő nem tudja megváltoztatni, ő csak imádkozni tud érte, de az Úrnál semmi nem lehetetlen. És ahogy ez a fiú meghallotta az édesanyját könnyek között, könyörögve ő érte, ez összetörte a szívét. Megismerte később Jézust, és egy új élete lett. Ez az a bizonyos krisztusi élet. Krisztusnak való engedelmesség, Krisztusból táplálkozó erő. Amikor ezt látják, ezt hallják, ezt tapasztalják a velem egyházban élő családtagjaim, feleségem, férjem, gyermekeim. Hogy én hogy tusakodok, hogy harcolok őértük. Hogy nem válik külön a beszéd, a szó, a cselekedettől, hanem hiteles fedezete van az életemben, a szavaknak is. Olyan jó lenne valóban engedni, hogy Jézus ezt a munkáját általunk is tudja elvégezni a mi szeretteinknek az életében. Tehát drága férfiak, szeressétek feleségeteket úgy, ahogy Krisztus szereti az egyházat is, önmagát adja érte. És itt vannak a gyermekek is. Milyen jó, hogy itt is vannak gyermekek, meg mi vagyunk még nagyobb gyermekek. Nekik is szól az ige tanítása. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. No hát ezt megint nem szeretik hallgatni a gyermekek sem, igaz? Nekünk most azt kell tenni, amit apu, anyu mond. De sokszor azt látjuk, hogy anyu nem azt teszi, amit apu mond, pedig neki is engedelmeskednie kell, az apunak nem. Csak azt, hogy itt az igében más szó szerepel az engedelmességre, mint a feleségeknél. Ott a feleség önként veti alá magát engedelmességben a férjének, mert ez az isteni rendelés. Itt viszont, drága gyermekek, az a rossz hírem nektek, hogy itt nincs megfontolás, itt nincs mese. Itt mindenben engedelmeskedni kell a szülőknek. Egyetlen egy kivétel van ez alól, ritka, de mégis előfordul, hogyha a szülő olyasmit kér tőletek, ami ellenkezik az Isten akaratában, akkor nem szabad nekik engedelmeskedni. Akkor Istennek kell inkább engedni. De bár ne legyen erre soha alkalom és lehetőség, hogy egy szülő
valami olyasmi kérjen a gyermekétől, ami ellenkezik az Isten akaratából, de sajnos, hogy van erre példa. És hogyha nem is nyilván megtagadásra húzdítja őt, de nagyon sok szülő valóban nem az Isten akaratával megegyező módon akarja az ő gyermekét egyengetni az élet ösvényén. De még hogyha ilyen szülő is lenne, ti gyermekek, akkor is tisztelettel tartoztok a szülők iránt. Még akkor is, hogyha nem tiszteletre méltó az a szülő. Mert ez is az Isten rendelése, a Biblia tanítása. Tiszteld apádat és anyádat. És nincs folytatás, nincs feltétel. Akkor, ha szeretetre méltó, akkor, ha tiszteletre méltó, akkor, ha úgy viselkedik, ahogy viselkednie kell. A gyermek tisztelet a szülő iránt nincs feltételhez kötve. Tisztán egyszerűen, mert ez az Úr rendelése. Miért? Nyilván azért, mert az isteni elgondolás szerint a szülői tekintély mögött ott van az Isten tekintélye. És drága szülők, hát dobbanjon meg ezen a szívünk, hogy nekünk valamiképpen az Istent kell képviselnünk a családban a gyermekeink előtt. A mi szülői tekintélyünk az nem önmagától van, azt Istentől kapjuk. Az isteni tekintélyből kapunk. És akkor, amikor a gyermekeink bennünket tisztelnek, akkor bennünk az atyát kell, hogy tiszteljék elsősorban. És éppen ezért nagyon nagy felelősség ezen a téren szülőnek lenni. És a szülői tekintéllyel jól élni, és nem visszaélni. Nem a kényünk kedve szerint. Te mocskos kölök, azt mondod, amit én, vagy azt csinálod, amit én mondok. Hát ezzel nem utalunk, nem mutatunk az atyára, az atya szeretetére. Tehát túl kell látni a szülőkön, és meglátni az Isten tekintélyét akkor, amikor tisztelettel vagyunk irántuk. Tehát gyermekek, nincs mese, engedelmeskedni kell a szülőknek. És érdekes módon még külön kitér Pál apostol az apákra. Az anyákról nem beszél, mint hogyha az anyák a helyükön lennének. Persze ez egy külön igehirdetést igényelne, de lehet, hogy jövő vasárnap az anyákról lesz szó részletesebben. Most az apákra tér ki külön az apostol, és azt mondja, hogy ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Mi apák, ne ingereljük a gyermekünket. Vagy mire utal itt az apostol? Mit jelent a gyermekeket ingerelni? És miért az apáknak mondja ezt? Az anya nem szokta ingerelni a gyermekét. És nyilván talán azért, vagy biztos azért, mert ez jellegzetesen az apáknak a bűne szokott lenni. Az édesanyában nyilván sokkal több gyengétség van. Bár nem lenne kárunkra, nekünk férfiaknak és apáknak több gyengétség. Azt hiszem, hogy az igazán gyengé férfi tud igazán erős lenni. Mert ő érzi át igazán a reábízottaknak, a családtagoknak, a feleségnek és a gyermekeknek az igazi szükségletét. Aki nem csak ilyen főnöki, parancsoló módban tud beszélni a gyermekekkel, hanem tud igazán szelíd és gyengéd lenni. Ez a szelídség és gyengédség volt jellemző Jézusra is. És azt mondja Jézus a szelídekről, hogy ők azért boldogok, mert ők fogják örökségül bírni a földet. Ők azok, akik a végén győznek. Nem a könyöklők, nem a harcosok, nem a kemények, hanem a szelídek és a gyengédek. És ez férfi erény kellene inkább, hogy legyen, drága férfi testvérek. No, és hogyha ez hiányzik, akkor nyilván az történik, hogy a magatartásunkkal, a gyengédség hiányával ingereljük mi a mi gyermekeinket, és bátortalanokká tesszük őket, elbizonytalanítjuk őket az életben. Mert hogyha mindig csak bírálunk, ha mindig csak a negatív dolgokat vesszük észre, ha mindig úgy kezdjük a mondatot, hogy mert te fiam, vagy mert te lányom, mindig így, vagy mindig úgy, vagy sose,